Tudjuk, hogy a döntések egy életre meghatározzák az életünket, és így van ez a szőlővel is. Nem mindegy, hogy milyen szőlőtőkét választunk akkor, amikor először elültetjük a kertbe. Mit érdemes? Hát ugye a kiskertekről beszélünk. Ugye mindenképpen csemegeszőlőt az érdemes, abból is lehet bort készíteni, tehát ezt is már... El kell dönteni, hogy vörös bort, vagy inkább fehér bort szeretnék. Igen, hát ha borszőlőről van szó, meg borról beszélünk, akkor fehéret vagy vöröset akarunk. Ugye most nagyon-nagyon divat a rozé, megoldott, mert ugye kékszőlőből készül, fehérboros technológiával ez a lényeg a dolognak, de kékszőlő kell hozzá. Nagyon-nagyon fontos az, hogy tehát milyen stílusú bort szeretnénk hogy készíteni. Tehát egy illatosabb bort, akkor természetesen olyan fajtákat kell választanunk, amik illatosabbak. Ha ugye Magyarország klasszikus fajtája, amit mindenki ismer, Magyarország az olasz Riesling. Tehát ez egy kicsit későbben érik, de hát ez mindenképpen működhet. Aztán vannak, attól függ, hogyha nagyon-nagyon sokáig rajta akarom hagyni, és szeretnék egy ilyen desszertebb bort készíteni, vagy ilyesmit, akkor pedig olyan szőlőfajtát kell választani, mert hajlandó betöppedni, az adott esetben még aszusodni is, és akkor abból lehet választani. Én mindenképpen fontosnak tartom azt, hogy maradjunk megint ennél az 50 tőkénél, ami kiskert 50 vagy 100 tőkénél. Nagyon-nagyon sok fajtát nem érdemes, mert ha meg több fajtát ültetünk, akkor viszont nagyon figyeljünk oda az érési időre. Tehát ugye a szőlő az érik augusztus közepétől október végéig, november elejéig. Tehát ha mindegyikből van csak 5-6-8 tőkénk, akkor egész héten, vagy egész két hónapon kezdtem csinálni más, mint szüretelünk minden héten, és a végén meg úgyis összekeverjük a bort egybe, hogy legyen valami elfogadható mennyiségünk. Én azt tudom mondani, hogy mindenképpen érdemes illatosat, mindenképpen érdemes egy olyat olasz Riesling jellegű bort, ami savasabb, szárazabb jellegű. Aztán a kékszőlőknél én azt tudom mondani, hogy igazándiból Magyarországon van egy olyan szőlőfajta, ami nagyba használunk, és mindenre jó, ez a kék frankos nevű szőlőfajta, amit nem nagyon szoktunk fajtát mondani, de én ezt tartom annak. Ebből bármit lehet. Tehát lehet rozét készíteni, lehet vörösbort készíteni, szép vörösbort. Ugye most újra divat a Schiller, amit nagyon-nagyon sokáig ismertünk Magyarországon, de most újra keresik. Tehát akár Schillert is lehet belőle készíteni, ez erre tökéletesen megfelel. Van olyan, amiből csemegézni is lehet, tehát a családnak arra jó, hogy az asztalra kirakjuk és együk a szőlőt, és hogy nagyon finom bort tudunk belőle készíteni? Igen, ilyen is van. Ez valamikor, amikor még én iskolába jártam, akkor úgy még tanultunk, volt olyan kategória, hogy kettős hasznosítású szőlő, tehát csemegének is és bornak is. Nagyon-nagyon divatos most, tele van a szupermarkettek, az üzletek, az írsai olivérből készült borra. Az írsai az pontosan ez a faj, ennek felel meg, hogy megenni is. Nagyon-nagyon jó, gyerekek is szeretik egy ilyen muskotályos jellegű, és korán érik, nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon szép bort lehet belőle készíteni. Aztán másik még közkedvelt, ami kis kertekben megint csak működik, a saszla. Ugye ez is nagyon-nagyon régóta van, piros is, fehér is, mindegy, hogy melyik, mindegyikből fehérból lesz, ez is nagyon jó enni, és bort is lehet belőle készíteni. Köszönöm szépen. Nos, tehát kaptunk most egy-két tippet, de azt megállapíthatjuk, hogy a Jolly Joker, az írsai olivér és a saszla. Meg a kék frankos.